20 éve történt, minden idők legnagyobb tiszai árvize pusztította el a beregi térséget. Bérlakás program. Néhány hét alatt kiadták a társasház összes ingatlanát Nyírbátorban. Nemzetközi siker. Németországban és Ausztriában is keresett. Kovács Judit regénye. Újra jelentősen emelkedik a fertőzöttek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elmúlt egy napban 343 új esetet regisztráltak, így 23.521 főre nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Ez a Kölcsey Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Müller Cecília országos tisztifőorvos keddi tájékoztatóján azt mondta, hogy csökkenésre jó ideig nem lehet számítani, mert a nyíregyházi szennyvíz mintákban újra emelkedik a vírus örökítő anyagának mértéke. Ez mind arra utal, hogy az elkövetkezendő napokban még javulásra semmiképpen nem számíthatunk. Ezért rendkívül fontos a higiénés szabályok betartásán túl az oltakozás. Az oltás felvételét követően természetesen senki ne érezze magát még védettnek, és erre kifejezetten szeretném felhívni a figyelmüket. Ahhoz, hogy az immunrendszer reagáljon a beadott védőoltásra, elkezdődjön a szervezetben az ellenanyagtermelés, illetve az úgynevezett sejtes immunitás megindulásához legalább 2-3 hét szükséges. Tehát aki megkapta az oltást, az valóban egy nagyon fontos, rendkívül fontos dolog, mert ő előbb-utóbb már az első oltást követően is, mint egy 2 héttel bizonyos fokú védelmet fog élvezni, elsősorban a súlyos lefolyású szövődményes esetekkel szemben, még ha meg is fertőződik, nem fog kórházba kerülni. Ugyanakkor abban a 2 hétben, 3 hétben, ameddig nem alakul ki az immunitásnak ez a foka, ugyanolyan veszélyeztetett, mintha még nem lenne oltva. Húsz évvel ezelőtt 2001 márciusában öntötte el a beregi falvakat minden idők eddigi legnagyobb tiszai árvize. Március 6-án szakadt át a gát Tarpánál, és több ezer házat tett tönkre a víz. Tízezreknek kellett elhagyniuk otthonaikat. A tragédia után ritkán tapasztalható összefogással és kormányzati segítséggel épült újra a beregi térség. A 20 éves évfordulóra a járványhelyzet miatt nem lehet megemlékezést szervezni, de a Kölcsey Televízió interjút kért a megyei önkormányzat akkori és jelenlegi elnökétől. Homokkal teli zsákokkal próbálják megállítani a vizet a beregi gáton helybeli lakók és katonák. Hiába volt az erőfeszítés, március 6-án nem bírta tovább a gát és átszakadt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elnöke akkor Helmeci László volt. Azt mondta, március 5-én este arra kérte a televízión keresztül a kormányt, hogy vállalja át a védekezés költségeit. Másnap kora reggel ezért a miniszterelnök és a vízügyi miniszter látogatott a térségbe, akik ígéretet tettek arra, hogy számíthatnak a bajba jutott emberek a segítségükre. Minden onnan jön a víz, Csabát az úton már, ugye járunk itt, majdnem, hogy csizmát is megmerül a vízbe, és hát közöltem is a miniszter úrra, hogy úgy tűnik, hogy nem én üzengetek, hanem a helyszín. És akkor közölte velem a miniszterelnök, hogy az 2 órakor kormányülés lesz, elrendeljük a rendkívül veszélyhelyzetet, üljenjetek, hogy emberáldozat ne legyen, minél kisebb bajjal, anyagi áldozattal járó legyen ez a dolog, amit lehet, meg kell védeni. Igen, meg itt az embereknek, ott is ő is közölte, hogy ne essenek kétségbe, mert a kormány újjá fogja építeni itt az összedőlő házakat, meg stb. Ami tiszt becsületére legyen mondva, az első Orbán kormánynak maradéktalanul teljesített. Az árvíz kialakulásának 2 komoly oka volt. Egyrészt 3 nap alatt 132 mm eső esett. Közben pedig elolvadt a Kárpátokban a hó, ami további 70 mm csapadékot jelentett. Tivadarnál másodpercenként 4200 köbméter vizet mértek. Jelentős változást hozott az árvízi védekezésben, amikor a 41-es utat átvágták. A levegőből megnéztem, tudom, hogy jó számolt a Kerti Andor mérnök úr,
mert jó helyen az 58,2-nél és a 62,5-es kilométernél jó helyen vágtuk át a tegnap mindegy 2x14 méteren a 41-es, tehát jó irányba tereltük el ezt az íratlan mennyiségű vizet. Az árvíz levonulta után ritkán tapasztalható országos összefogással indult meg a Belegi térség újjáépítése. 3200 lakóházat építettek újjá Makovec Imre típus tervei alapján. A védekezés teljes költsége 2001-es árszinten meghaladta 32 milliárd forintot. Az elmúlt 20 évben pedig 120 kilométeren erősítették meg a töltést, és a harmadik árvízi tározót építik. Sesták Oszkár elnök azt mondta a Kölcsei Televíziónak, azon dolgoznak, hogy a kárpátaljai területek védelmét is megszervezzék. Most is tájékozottunk arról, hogy a zeni program keretében ugye lehetne mondjuk a terveket elkészíteni egy újabb gát megerősítéséhez Kárpátalján. Ez még nagyon embrionális állapotban van, de a következő 7 évben tervezünk egy ilyen programot, amely legalább tervezői szinten beemeli az ottani folyószakaszok, például a Tisza további megerősítését, mert különösen az alvízi területeken, a magyar lakta területeken ez nagyobb veszélyt jelent, mint akár a felvízi, a egyekben lévő falvak esetében. A 2001-es tiszai árvíz az eddigi legnagyobb volt a térségben. A védekezésben 15 ezer ember vett részt. A Belegi térségben szerzett árvízi tapasztalatokat a későbbi dunai áradás során is felhasználtak a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek. Decemberre készült el a társasház, és néhány hét alatt valamennyi önkormányzati bérlakást birtokba vették Nyírbátorban. A lakásokért kedvezményes havidíjat kell fizetni, a bérlők pedig 5 évre szóló szerződést kaptak. Az önkormányzat tervezi a program folytatását. Az elmúlt 2 évtizedben több mint 5000 munkahely jött létre Nyírbátorban, a város népessége azonban ugyanebben az időszakban közel 1500-zal csökkent. Utóbbi folyamat megállítását célozta meg az önkormányzat, ezért néhány évvel ezelőtt megvásárolt egy 10 hektáros területet a Szénaréti tó szomszédságában, ahol egy 71 lakásból álló épület építését kezdték meg. A társasházat a tavalyi év végén fejezték be, a beruházást a jelenlegi építkezési árakhoz képest gazdaságosan sikerült kivitelezni. A projekt nagyjából 1 milliárd forintot jelentett, ugye ebben az ingatlanban azért a 40 négyzetmétertől a 65 négyzetméteri különböző méretű lakások vannak, így nekünk a bekerülési költség nem érte el a 300 ezer forint per négyzetméter építési költséget, és ebben azért egy magas energetikai tanúsítvánnyal rendelkező, egyedi fűtéssel felszerelt, modern, én azt gondolom, hogy mai kor igényeinek megfelelő lakásokat tudtunk kialakítani. A lakásokra már korábban rengeteg jelentkező volt, mára pedig mind a 71 lakás gazdára talált a társasházban. A beruházással nem csupán bérlakás építésről van szó, az önkormányzat egy több lépcsős folyamatot indított el, melynek célja, hogy helyben tartsa és támogassa a fiatalokat. A bérleti díjat nagyjából 1000 forint per négyzetméteres áron határozta meg az önkormányzat, így alapterülettől függően 50 és 70 ezer forint között vehették ki a lakást az érdeklődők. Ez valahol a korábbi önkormányzati bérleti díj és a valós piaci bérleti díjak között mozog, és nyilvánvalóan így van lehetősége egy kedvezőbb bérlet mellett a fiataloknak akár előtakarékosságban, akár bármilyen más állami konstrukcióban egy saját lakáshoz jutniuk. Természetesen, ha ez nem sikerül az 5 év alatt, ennek lehetnek objektív külső körülményei, akkor ez újabb 5 évvel meghosszabbítható, de azért 5 évben gondolkodunk, mert szeretnénk, ha ezek a lakások nem csak a most beköltözők számára, hanem folyamatosan az itt felnövekvő új generáció számára mindig egy plusz lehetőséget teremtene. A polgármester hozzátette, a befektető folytatja az építkezést az új társasház mellett, az önkormányzat pedig látva a nagy érdeklődést, tervezi a bérlakás program folytatását. Egyre népesebb, de egyben egyre idősebb a hazai gépkocsi állomány, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal nemrég megjelent összesítéséből. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években a regisztrált személygépkocsik száma 34%-kal nőtt. Ez országos összesítésben a harmadik legnagyobb emelkedés. A megvásárolt gépjárművek 80%-a viszont használt autó. Az egészen fiataltól az idősebb autókig szinte minden megtalálható ebben az autókereskedésben. Mi 2008-ban valamivel több mint 10 év volt az autók átlag életkora a magyar utakon, ez ma már közel 15 év. Ennek egyik oka, hogy műszakilag egyre megbízhatóbbak az autók. A korábbi modellek 10-15 évesen már sokszor teljesen használhatatlanná váltak. Ma már azonban egy 15 éves autóval is biztonsággal lehet közlekedni.
különböző kategóriák vannak, tehát van, aki mondjuk max 10 éves korig vásárol, vagy 15 éves korig, de egy idő után már nem a kor számít, hanem a műszaki állapot. Tehát akár egy 15-20 éves kocsi is lehet jobb állapotú, mint egy 10 éves. Ez kilométerfutástól és sok minden mástól is függ, illetve attól, hogy a tulajdonosa úgy tartja karban az adott gépkocsit. A régebbi modelleket keresik esetlegesen a idősebb korosztály, mert azokban már volt tapasztalatuk, bevált, a fiatalabbak meg inkább a sportos mai modern formákat keresik. De nyilván mindenkitől ennek ez a pénztárcán függvénye is, mert azért az egyetem, hogy a fiatal kocsik jóval magasabb áron vannak, mint az idősebb kocsik. De egy idő után, így 10 év, meg 15 éves kor után már nem igazán a kor számít, hanem a műszaki állapot. Ezzel együtt nem csak az autók életkora, hanem a darabszámok is nőtt. 2019-ben 115 évnél idősebb állampolgárra 44 személygépkocsi jutott. 11-jel több, mint 2010-ben. A szakemberek szerint az emelkedő adatok szoros kapcsolatban állnak a változó életminőséggel, azzal, hogy valaki képes-e fenntartani egy autót. A GKI ábráján különböző színnel jelezték a 100 főre jutó gépkocsik számát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében átlagosan 30 autó jut 100 főre. A nyugat-magyarországi megyékben több helyen sötétpiros területek vannak, ahol ez az adat eléri a 60-at. Itt a statisztikai adatokkal azért vigyázni kell, hiszen van, amikor a lakhely meg a forgalmazás nem mindig ugyanaz. Tehát ezt csak arra mondom, hogy ha egy szabolcsi lakos elmegy Budapestre vagy Dunántúra vásárolni kocsit, akkor az ottani forgalmazási statisztikát emeli, vagy fordítva, hogyha egy budapesti eljön ide Szabolcsba vásárolni, akkor az itteni statisztikát emeli. Tehát ezekben a statisztikákat azért egy picit fenntartással kell kezelni ilyen értelemben. Én azt mondom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a nagyjából az országos átlag, vagy egy picivel az átlag alatt van a darabszám, meg a gépkocsik átlag életkorát tekintve. Nyilvánvalóan, hogy ez a örökölt hátrány miatt is lehet, de nyilvánvalóan Budapesten, meg Nyugat-Dunántúlon magasabb kategóriák forognak jobban. Ez megfigyeltő a kocsik árában, illetve az életkorában is. Az elmúlt években regisztrált személygépkocsik száma megyénkben mutatta a harmadik legnagyobb emelkedést, 34%-ot. Ma már nem ritka, hogy egy családban kettő vagy akár három autó is van. Flotta bővítésnél az emberek 80%-a használt autót keres. Ez évente közel 700 ezer vásárlást jelent, míg ugyanez a szám új autó kategóriában mindössze 150 ezer. Szerdán ismét drágább lesz az üzemanyag, a 95-ös benzint és a gázolajat 6-6 forinttal emelik, így a 95-ös benzin literjének átlagára 428 forint, a gázolajé 436 forint lesz. Ez már a sokadik áremelés ebben az évben. Január eleje óta a 95-ös benzin ára 56 forinttal, a gázolajé 43 forinttal emelkedett. Németországban és Ausztriában is nagy népszerűségnek örvend Kovács Judit Hazátlanok című regénye. A nyíregyházi írónő könyve szerelmi történetbe ágyazva mutatja be közelmúltunk történelmének több fehér foltját, közösségi sors tragédiáját. A történet szereplői fiktív személyek, azonban minden, ami velük történik, a valóságban is megtörtént. Részben személyes indítatású regényként jelent meg 2019-ben a Hazátlanok, melyből még felolvasó estet is tartottak bemutatását követően. Míg a 2015-ben megszületett Elszakítva című regény a magyarok káváriájáról szól, a Hazátlanok annak a több mint 12 millió németnek állít emléket, akit a II. Világháború végével űztek el Kelet-Közép-Európa országaiból, köztük hazánkból a svábokat. Ezek az emberek az akkori Németországban telepedtek le, amelynek így 65 millióra duzzadt a lakossága. A nyíregyházi írónő a történetről is mesélt 35 perc című műsorunkban. A főhősünk egy fiatal lány, 17 éves a regény elején, és 23, amikor befejeződik a regény, és ugye egy fiatal generációról beszélünk, ők az főszereplők, akik akármi történik, bármilyen tragédiák elűzik őket a szülőföldjükről, az integráció rettenetesen küzdelmes, nem akarják befogadni őket, de akkor is élnek, szerelembe esnek, családot alapítanak, és felépítenek egy új országot, hanem világot a romokból, amely után a II. Világháborúban hevert Németország, de akár Magyarország is. A mű megírása előtt az alkotó sok interjút készített, és meg annyi memoárt olvasott el, amelyek mind megérintették. A Hazátlanok 3 évig készültenek legnagyobb részét, ugyanakkor a kutató munka tette ki.
A regényt össze német nyelven is kiadták, amely Németországban és Ausztriában is kedvező fogadtatásra talált. A sikerben a fordításnak is nagy szerepe van, ahogy annak is, hogy ma minden ötödik-hatodik német család érintett a sors tragédiában valamelyik felmenője révén. Mint Kovács Judit elmondta, ezt úgy lehet feldolgozni, ha kibeszéljük a bűnöket és a szenvedés történetet. Kibeszéletlen, kollektív traumák ezek, mert a mai Németországban is, vagy a mai társadalomban is nem beszéltek róla nagyon sok helyen a felmenők, mert hogy nagyon nehezen sikerült integrálódni, másodosztályú németek voltunk, hátizsákos cigányok, és végre, ha ez sikerült, akkor felejtsük el, végre ugyanolyan németek vagyunk, mint az őslakosok, akkor már minek erről beszélni? És vagy ezért nem beszéltek, vagy azért, mert annyira borzasztóak voltak azok a traumák, amin átestek, hogy nem akarták, hogy újból és újból felidéződjön, és akkor ismét átéljék ezt a traumát. Az írónő jelenleg Tátra meséket ír, de mint mondta, a Hazátlanokból már ki is nőtt a következő történet. 1 millió doboz adózatlan cigarettát akart múlt szombaton Záhonynál behozni az országba egy ukrán kamionos. A vámosoknak azt mondta, brikettet szállít. A gyanús kamion ellenőrzése során kiderült, hogy kartondobozokba csomagolva 994.950 doboz adózatlan cigarettát rejt a rakomány, amellyel 1,5 milliárd forint kárt akart okozni a csempész a költségvetésnek. Az ügyészség kezdeményezte a férfi előzetes letartóztatását. Négy gólos vereséget szenvedett Debrecenben a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 15. fordulójában kapott ki 25-21-re a vendéglátóktól. A tabella 8. helyén álló kisvárda pénteki Moson-Magyaróvári meccsét későbbi időpontra halasztották, így legközelebb április 3-án játszik bajnoki mérkőzést a csapat. A Debrecen kispadjáról felálló Köszner Vilmos helyét Kudor Kitti foglalta el, aki így a Kisvárda ellen mutatkozott be edzőként az élvonalban. A Győr elleni vereség előtt 4-es győzelmi szériát produkáló vendégek az első félidő hajrájáig tartották a lépést a hazaiakkal, felvártva estek a gólok, majd az utolsó percnek köszönhetően mégis 2 gólos előnnyel vonulhatott pihenőre a Loki. A második félidőben végig őrizte ezt az előnyt a házigazda, a Kisvárda nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez. A mérkőzés hajrája is a debreceni volt, így a meccs végére alakult ki a legnagyobb különbség a két csapat között. A hazaiak 4 gólos győzelemmel vágtak vissza a Kisvárdán ősszel elszenvedett 3 gólos vereségért. Én nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mindent, amit mi védekezésben megbeszéltünk, azt maximálisan teljesítették. Tényleg mindig tudták, kinek hol kell lennie, látszott az, hogy itt történhet egyébként bármi, de az biztos, hogy a védekezésünk az stabil marad. Az látszott, hogy egész héten inkább ezt gyakoroltuk, és bíztunk abban, hogy a támadójátékunk az majd elég lesz arra, hogy ezt a mérkőzést itthon megnyerjük, és szerencsére ez így sikerült, tehát hogy végig tényleg nyugodtak voltunk, stabilak. Én úgy gondolom, hogy ez volt a kulcs a mi védekezésünknek, hogy ezt a mérkőzést meg tudtuk nyerni. A mérkőzésen 4 gól szerző válogatott beálló Tóvízi Petra szerint az eredmény nem tükrözi, hogy mennyire meg kellett küzdeniük a győzelemért. Egy kőkemény mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy mind a két csapat szívét, lelkét kitette a pályára. Ez egy igazi csapatmunka volt. Tényleg azt éreztem, hogy tudunk dominálni a mérkőzésen, és nyilván voltak hullámvölgyek, de ez a kemény védekezés annyi erőt meg energiát tudott nekünk adni, hogy ezeken tovább tudtunk lendülni, és felszabadultan tudtunk így is játszani. A Kisvárda edzője Bakó Botond a sok ki nem kényszerített technikai hibát, és a kihagyott zicsereket említette a vereség legfőbb okaként. Egy picit bosszusak lehetünk magunkra, mert a második fél időben túl sok olyan ki nem kényszerített hibát követtünk el, amit nem lehet elkövetni sem hazaipályán, sem idegenben, főleg nem egy ilyen csapat ellen. Gyakorlatilag semmilyen előkészítés nélkül és semmilyen labdacsépda nélkül, vagy komoly szituáció nélkül labdavezetési hibát, belemenést, labdakezelés, stb. Egy nagyon-nagyon sok technikai hibát vétettünk.
Aztán, amikor ezek valamilyen megszűntek, akkor a végén elkezdtük kihagyni az icereinket. Az összes fordulópontnál, amikor kettőről egyre zárkózhattunk volna, akkor meglőttük azokat a félmagas területeket a királynak, amit nem szabadott volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy túl sok hiba volt a második fél időben ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Az NBA tabellájának élén a Győr áll 15 meccsen szerzett 30 ponttal, megelőzve a 14 mérkőzésen 26 pontot gyűjtő Ferencvárost. A Kisvár a 17 találkozón szerzett 12 pontjával a 8. helyen várja a folytatást. Bakó Botond együttese pénteken Moson-Magyaróváron lépett volna pályára, azonban az óvárdiaknál több játékos Covid-tesztje pozitív lett, így elhalasztották a mérkőzést. A Kisvár legközelebb április 3-án az MTK Budapest otthonában játszik bajnoki meccset. Híradónk végére értünk, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. 20 évvel ezelőtt 2001 márciusában öntött el a beregi falvakat minden idők eddigi legnagyobb tiszai árvize. Március 6-án szakadt át a gát Tarpánál, és több ezer házat tett tönkre a víz. Tízezreknek kellett elhagyniuk otthonaikat. A tragédia után ritkán tapasztalható összefogással és kormányzati segítséggel épült újra a beregi térség. A 20 éves évfordulóra a járványhelyzet miatt nem lehet megemlékezést szervezni, de a Kölcsei Televízió interjút kért a megyei önkormányzat akkori és jelenlegi elnökétől. Decemberre készült el a társasház, és néhány hét alatt valamennyi önkormányzati bérlakás birtokba vették Nyírbátorban. A lakásokért kedvezményes havidíjat kell fizetni, a bérlők pedig 5 évre szóló szerződést kaptak. Az önkormányzat tervezi a program folytatását. Németországban és Ausztriában is nagy népszerűségnek örvend Kovács Judit Hazátlanok című regénye. A nyíregyházi írónő könyve szerelmi történetbe ágyazva mutatja be közelmúltunk történelmének több fehér foltját, közösségi sors tragédiáját. A történet szereplői fiktív személyek, azonban minden, ami velük történik, a valóságban is megtörtént. március 9-én a Kölcsei Televízió iradóját látták, iradóval legközelebb holnap, azaz szerdán jelentkezünk. Keressenek minket az interneten és a Facebookon is, ha tehetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Kedd este derült marad az ég, számottevő csapadék nem várható, gyenge lesz a légmozgás, hajnalra általában 0-6 fok közé csökken a hőmérséklet. Szerdán napközben felhűs lesz az ég, az északi a szél többnyire mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Péntektől várható érezhető felmelegedés, nappal 10 fok fölé is mehet a hőmérő higanyszála, de nem lesz igazi kiránduló idő, mert eső többfelé előfordulhat.